az Úr legyen veletek. És a szolgálatok. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az angyali üdvözlet után Mária útra kelt és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felújongott a magza, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehet az, hogy Uram, anyja jönünk hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntések szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Ezek az evangélium igényi. Amen. Abban a hatalmas
számtalanszor kiáltja az ember oda a világnak, ugyan hol van a logika, miért történik az egész, mi értelmünk az életnek. És erre az emberi kérdésre választ ezen a világon, a teremtmények között, csak úgy tud adni mindenki, mint a skorpió. A logikát, az Istenhez tartozás logikáját legyőzte az ember átkozottá vált természete. De nem ez a győzelmi a végső szó, hanem a végső szó az Istené, aki a megátkozódott és tűnössé vált emberi természetet is képes meggyógyítani. Ma két édesanyja találkozik az evangéliumban. És ez a két édesanyja találkozása egyetlen szóval foglalható össze az öröm. Ezt az örömöt fejezi ki az Erzsébet színe alatt megmozduló keresztelő János, és ezt az örömöt fejezi ki az a felfakadó szó, boldogság szó, amelyet Erzsébet boldognak hirdeti meg az üdvözítő édesanyját. Mária boldogsága átsugárzik az evangélium lapjait. És ennek a végtelen boldog találkozásnak mi is részesei kell, hogy legyen. Mert igazából nem két boldog édesanyának a találkozása pusztán a mai evangélium üzenete, így advent 4. vasárnapján, hanem sokkal több és sokkal mélyebb teológiai tartalmat hordoz ez a különleges találkozás. A keresztelőben az Ószövetség van jelen az evangélium napjain. Az Ószövetségben a zsidó nép várta az üdvözítő érkezését. Miként annak idején Dávid király a hozzáérkező Frigyláda előtt nem restelt táncot lejteni, nos, az Ószövetséget jelképező keresztelő János édesanyja szíve alatt elkezdi a maga öröm újongását, kifejezze hódolatát a hozzáérkező Frigyláda Szűz Mária előtt, aki szíve alatt hordja a világ üdvözítőjét, az egészen szentet, az, aki van, aki értünk van, aki mindörökre az emberiséggel van. Ebben a csodálatos találkozásban az Ó és Új Szövetség találkozási pontján fordul az egész világ. Fordul az emberiség sorsa. Reménytelenné válik a fuldokló embernek a reménytelensége, és osztadozik a sötétség. Az ember végre megtalálja a bűn által ejtett sebből való gyógyulás útját. Advent 4. vasárnapján ennek az ébredésnek vagyunk mindannyian résztvevői. Saját személyes bűneink, a sokszor világban jelenlévő rossznak a bűneink, és igazából minden embert Istentől távol tartó bűnnek a végórája ez az adventi 4. vasárnap, amikor egészen közel kerülünk ahhoz a misztériumhoz, ahol nekünk is ugyanúgy örülni kell, ahogyan ezt az Ószövetség és Új Szövetség határán ez a két igen boldog édesanyja tudnak tenni. A mai vasárnap a boldog
vasárnap az igazi vasárnapja. Az előző héten önök vasárnapját ünnepeltük, akkor ezen a vasárnapon a boldogság vasárnapja köszöntött rend. És ha lehet még fokozni ennek a boldogságnak szintjét, hatalmasságát, akkor ezt így fogjuk hívni, hogy karácsony. Csak így érdemes végigjárni és elhagyni az advent útját. Hogy az ember többé ne reménytelen várakozással, ne hiú ábrándokkal, ne pusztán fényekbe vetett hittel, hanem Krisztusba vetett hittel, Krisztus meghalálásának örömével és a Krisztussal való továbbindulás biztonságával tudja élni mindennapi keresztény életét. Ezt üzeni nekünk a mai nap két szent asszonya, különösen is a boldogságos Szűzanya, aki nem csak bemutatja nekünk az örömnek ezt a páratlan csodáját, hanem egyúttal meghív minket arra, hogy örüljünk vele együtt az egyházban, mely édesanyán és elvezet bennünket karácsony biztonságára és karácsony csodájára.